alattam ott a golfpálya. Szemben az úti célom fonyód. Visszatérek itt a kerékpárútra, szemben a szép golfpálya. Nem jön semmi, akkor irány tovább jobbra. Nem szabad megengedni, mert szerintem a jó kis kerékpárút alján vasúti átkelő lesz. Pedig jó belendülne az ember. Azaz, vasúti átkelő. Óvatosan a sebességgel. Tovább. Kezdte egy Vonyarc-Vashegy iránya. Mellettem szabad strand. Délután 1 óra lesz, és mentem eddig 23 kilométert. Hangulatos kis strand, mindjárt mutatom. Szemben a háttérben a fonyód. Az idő az csodaszép, már most van 33 fok, és még nincs 1 óra se. Balaton-Györökön vagyok. Mellettem a fizetőstrand. Mutatom a strandot. Itt is teltház van, ugye jó idő is van. Megyek tovább. Ez ám a futómuskátli dzsungel. Irány ki a Balatongyöröki mólóra. Sziasztok, kacsá! Nem kell elszaladni? Hohohoho! Mi ez a nagy nyüzsgés?
szemben a Badacsony, és kissé jobbra ott van Fonyód, az úti cél. Bevigyorgok én is a kamerába. Ciao! Hello! Jó az idő! És teltház van a strandon. És megyek is tovább vissza. Lassan, lassan, forgalom van. Jó napot! Egy barázda billegető is átszaladt. Nem hiába, ebben a nagy melegben nem sokan merészkednek ki a mólóra, csak az elszánt horgászok. A fanatikus biciklisek. Helyes, mindenki irány a strand. Ez itt a strandbejárat. És irány tovább a kerékpárút. Keszthely 10 kilométer. Jó kis rendezvénysátrak. Ilyen alatt voltam a Velencei tavon. Ez védett meg az esőtől. Széltől nem, de az esőtől jó. Attól jól megvédett. Hangulatos helyen haladok Vonyarcvas hegy felé. A domb tetején egy szép templom van. Balra a Vonyarcvashegyi strand. Vonyarcvashegyi focipálya. Ez a kerékpár útrész megint tökéletes. Kerékpárút a vízhez.
mellettem, az út bal oldalán cserjéből összefont árnyékoló helyek vannak a padok számára. Érdekes. Ügyesen összefonták őket, és bent lehet hűsölni a padon. A kerékpárút mellett a világítás mindenhol napelemes. És ott van egy cserjés alagút is, ami alatt átmegyek. Milyen? Hűs árnyékos. Szóval ez a kerékpárút csillagos ötös, jó a minősége, napelemes világítás éjszaka, és a víz mellett halad. Csak így tovább Bonyarcvashegy. Élvezet rajta menni. Élmény. Kerékpáros pihenő is van rajta. Szerintem itt meg is állok és ebédelek. Frankó kerékpáros pihenőhely, esőbe állóval, padokkal, asztal, étkezési lehetőség. Egy valamit viszont hiányolok, kukát még jó lenne, hogyha kitennének, abból baj nem lenne. Na, meg volt a pihenő meg az ebéd. Közben a pihenőben beszélgettem egy bringással, aki Székesfehérvárról jött reggel 5 órakor, megcsinálja a Balatonkört, és még most vissza is megy Székesfehérvárra, úgyhogy neki egy ilyen 300 kilométer lesz. Nem semmi. Ő is panaszkodott itt-ott az út egyenletlenségekre, mennyire kell vigyázni. Jó, meggurul az ember, aztán utána meg csak pattog rajtuk. Azt mondta, hogy ide jó kerékpárral érdemes jönni, vagy pedig tankkal. Végül is igaz. Itt is egy húpli, egy kisebb. Ismét hangulatos erdős rész. Eddig jöttem 32 km Badacsony-Tomajból, és most kb. Olyan délután 2 óra körül lehet.
itt a hotel mellette. Tavaly Keszthelyen éjszakáztam a Zala kempingben, és idén kihagyom, mert Fonyódra megyek sátrazni. Keszthelyi hajóállomás. Inkább erre jövök, itt nincs forgalom. Abból az irányból jöttem végig. Eddig jöttem 34 kilométert, és 36 fok van. Irány vissza. Csik Ferenc úszó szobra és a móló, amin voltam az előbb. Mm.
Meg volt a csúri etetés is. Haladok tovább Funyód irányába. Végig a bazár soron. Üdvözöllek Andi Keszthelyről, ez a te birodalmad. Behajtok egy kicsit az energiatérre. Nyerjék egy kis energiát. Ezt az ugratót most kihagyom. Csak a csomagok miatt ám. Itt azért tudnék egy jót korizni. Nagyon jó minőségű itt az aszfalt. Egy tiszteletkört. Andi, a tiéd ez a tiszteletkör. Erre azért fölmegyek. Így csomagok. De menő. Na, akkor irány tovább a kemping iránya. Le az energiatérről. Jó lesz nekem az autóút is. Viszlát Keszthely! Viszlát Keszthely! Keszthely vége. Lejövök az autóútról, és itt visszatérek a kerékpárútra, balra. Jobbra egyébként a vasút van. Ez a kemping, az Zala-kemping iránya, a Keszthelyi Zala-kemping iránya az az út. Illetve Funyód. Mindig Keszthely vége. Fitness part. Szembe a Balcsi. Csónakos szobor.
Balatonberény 13 km, Konyód még 33. Mellettem balra a Keszthelyi Zala Camping. Tavaly itt éjszakáztam. Most viszont haladok tovább Konyódra. Itt is egy szabad strand. Kerékpáros esőbeálló. És vadregényes táj. Konyód 28 km. Szemben a kis Balaton, csak takarják a fák. Három óra van, és eddig 42 kilométert mentem a Badacsonyi Tomaj Campingből. És itt a Zala csatorna. Zala csatorna. Ismét kiváló minőségű kerékpárút. Balra kerékpáros pihenőhely. Na ez igen, itt már kuka is van. Most már a Balaton déli partja. Itt vagyok Balatonberény küszöbén. Igen, ezek a büdöskék mellettem már azt jelzik, hogy Balatonberénybe vagyok. Balatonberény. Eddig jöttem 48 kilométert Tomai Campingtől, és megnézzük a vizet. És íme a Balaton. Tavaly itt kezdődött a túra. Konyód 20 km. Take it.
Az idő még mindig fantasztikus, körülbelül olyan 4 óra lehet délután, és még mindig van vagy 32 fok. Fonyó 17 km még, Balatonfenyves már csak 10. Balatonmária fürdőnél itt a körforgalomnál egyenesen kell tovább menni, de az előbb benn voltam jobbra, ott van egy kóp, vásároltam egy-két cuccot, meg pár zsemlét vacsorára. Ja, és vizet is tankoltam. Itt a szabad strand. Balaton Mária fürdő. Itt lehet fotózkodni, már megvan a képkeret. Szemben a Badacsony hegye, onnan jöttem. Eddig 53,5 km. Na, menjünk ki a mólóra. Gyönyörű szép a víz. És király az idő. Csúri had. Éj, mennyi veréb, ez igen. Vitorlások. Ez volt a móló. Tehát Fenyvest Yacht Club, Balatonfenyves, és itt lemegyek a kikötőbe, balra.
Eddig mentem 62 kilométert, még mindig 32 fok meleg van, és 6 óra lesz 10 perc múlva, körülbelül egy olyan 8 kilométer és beérek Konyódra. Fenyves Yacht Club, hotel, étterem, bár, van itt minden. Próbálom ezt a gyaloghidat. Most épült, mert tavaly még úgy emlékszem nem volt. Ajaj, ezt beszoptam, lépcső van az alján, úgyhogy fordulás, lejövök róla. Ja, nem csak lépcső van, köszönöm szépen, tényleg nem csak lépcső van. Kettő ágazik a híd vég, az egyik lépcsős, a másik viszont rámpás. Akkor nyerek be! Sisakod fel! Jó kis latin zene, zumba! És itt van Balatonfenyvesi strand. Igaz, itt nem betonos, attól függetlenül még megyek rajta. Szemben Fonyód és a kilátó. Egy kis kép a vízről. Azért nem is gondoltam volna, hogy ilyen hosszan tart a Balatonfenyvesi strand.
egészen a Nádasig tart. Ez igen. Sajnos, ahogy nézem, ez a csúszda is üzemen kívül van. Itt jókat lehetne csusszanni a vízbe. Vigyázni kell Fonyódnál, nem szabad tovább menni egyenesen, hanem itt át kell menni a vasútátkelőnél. Szántód Balatonboglár irányába, mert az egy zsákutca. És ez mellette már a Fonyódi kemping. Fél hét lesz 10 perc múlva, és megérkeztem a Fonyódi napsugár kempingbe. Ami nem is baj, mert ahogy nézem, a hátsó kerekem meg leeresztett. Lehet, hogy kapott egy defektet valahol, majd megnézem, előbb bejelentkezek. Jó, hogy hoztam magammal pumpát, most fölfújtam valamilyen szinten, amíg megkeresem a sátorhelyet, és utána megpróbálom majd kijavítani. Van nálam egy belső is. Itt vagyok a Fonyódi Napsugár kempingben. A kempingnek is van szintén saját strandja, csak annyi, hogy a vasút elválasztja. Ez a strand csak a kempingezőké, át kell menni itt a vasúti átkelőn, és szemben mindjárt ott vagyunk a kemping strandján. Már ez most nem szabályos, megkerülöm, mindegy, vonat nem jön. Sajnos itt a kemping előtt kaptam egy hátsó defektet, még nem értem rá vele foglalkozni, mert felállítottam a sátrat. Még az a szerencse, hogy kimondottan itt a kemping előtti pár méterekben kaphattam. Nem durr defekt, lassan ereszt, van nálam pumpa, holnap majd megpróbálom kijavítani. Pont megy le a nap. Lássuk, milyen a víz. Nem vészes, szopni kell. Aha. Igen, ez már a déli part. Bemegyek és nem rögtön csípőig ér, csak comb középig. Nem tudom, hogy mennyire látszik a felvételen, szemben, pont középen, a két fa lombkoronája között a Fonyódi kilátó. És már ki is van világítva. Hiába ez már a déli part, itt csekély a víz. Pedig bejöttem már vagy 50 métert, és mindig csak csípőig ér. Holnap abba az irányba haladok tovább, Fonyód szívébe.
reggel nem egészen Badacsonytól, hanem egy kicsit még keletebbről, Badacsony-Tomajból, kb. Onnan indultam el. És most itt vagyok. Ilyen körülbelül 67 km, 68 km volt, majd megnézem pontosan a kilométer órát holnap reggel. De gyönyörű a látvány, ez tény. Augusztus 19-e szombat, reggel 7 óra körül van. Még elég nyugodt a kemping. Egyébként ezen a vonalon nagyon sok vonat jár, meglepődtem. Még éjszaka is jártak. Itt a sátram, 57-es sorszámmal. Éjszaka valamilyen szinten fejlámpával éjfél körül megcsináltam a hátsó kereket már úgy, ahogy ezzel a defektjavító sprével. Fújtam bele, és egész éjjel rajta hagytam rá csavarva, de előtte levettem a külsőt, és megnéztem a belsőnél, hogy hol van a probléma. Igazából nem defektet kaptam, nem tüske szúrta ki, hanem a szelepnél oldalt, az illesztésnél a belsőn egy kicsit elengedett, és ott volt a szivárgás. És remélem ez tudta fixálni alaposan, majd még később nyomok bele egy kis nyomást, hogy elbírja a csomagokat. Lassan reggelizek, összepakolok, és indulok tovább. Éjjel buli volt, nem is tudtam, abból az irányban valami diszkó volt, 4-ig nyomták a zenét, egyébként jó zenék voltak, csak egy kicsit hangos volt. Egyébként jó idő van, éjszaka sem volt hideg, ilyen 21 fokig süllyedt a hőmérséklet a sátorban, úgyhogy komfortos volt. Ez itt a reggeliző hely. Mert ugye alapszabály, sátor mellett közvetlenül nem eszünk, hangyák meg a medvék miatt. Ezt komolyan kell venni. Abban az irányban van a sátram. Most át kell menni a fahídon. És megyek, megnézem, mit van a recepció. Van valami vízbefolyás, hát eléggé olyan zöldes, moszatos, mohás, békanyálas. Biztos sok szúnyog van itt a híd közelében. Na mindegy, itt át kell menni a hídon, és ott elől az a fehér épület, rögtön balra a recepció. Íme kemping a kempingben, szó szerint. Ötletes, ötletes. Egyébként nagyon szép ez a virágos kert. Kifizettem az egynapos díjat, ez a legolcsóbb kemping, 1960 forint volt, cakumpak, ebből 360 forint az idegenforgalmi adó, és 1600 volt a sátor és a felnőtt díj. Ez tényleg egy olcsó kis kemping. Most van 9 óra 7 perc, összepakoltam a sátrat. Ha nem mondtam volna, tegnap mentem 68,5 kilométert, hát 68-at, és akkor most jön a mai. Úgy néz ki, hogy a defektjavító spré, nem merem elkiabálni, de használt, megfogta a kereket, nem engedett le jobban, úgyhogy talán így kibírja hazáig, de idefele láttam egy kerékpárjavítót, lehet, hogy egy tartalék belsőt azért veszek. Most van reggel 9:30, kijöttem a kempingből. Napsugár kemping, Fonyód Béla telepen vagyok. Most hátrafordulok és indulok tovább. Klassz kis kemping volt és nagyon olcsó, még idegenforgalmi adóval együtt sem ért el a 2000 forintot. Az egy felnőtt, kis sátor, kerékpárdi. Hát itt van előttem a kerékpárszerviz. Megnézem, van-e belső és ha igen, mennyiért. A
A biztonság kedvére azért kicseréljük a belsőt, teszünk bele egy újat. Meg veszek 2 új defektáló külsőt is, előre és hátra is. A hátsó kerék már benn is van. Az egyik oldal már meg is van. Kipattintjuk ilyenkor a szelepet, és már is ki lehet venni a belsőt belőle. Aha. Tehát ezért kell a hintőpor, hogy ne tapadjon le a belső, a külső belsejére. Mind a két oldalát megkenjük. Szappanos vízzel, ez síkossá teszi, így könnyebb szerelni. Tehát ilyenkor az első oldalát, az egyik oldalát már berakjuk ugye a felnibe, a külsőnek, és akkor utána tesszük akkor csak be a belsőt. Milyen szépen bemegy így a szappannal, meg a hintőporra. És akkor ez így kézzel be is pattant? Szemében, igen, aha. Max a végén kell rásolni. És be is pattant magától, nem is kellett szerszám, hogy rá segítsünk. Szuper. És már mehet is a 4 bar bele. Elkészült a kerékpár, kapott előre és hátulra új defektvédős gumikat, meg új belsőket is kapott. Reméljük most elkerül már a defekt. Most 2,1 km-t jöttem vissza Balatonmária fürdő irányába a Napsugár kempingtől, és most van körülbelül 11 óra, már 30 fok van, 11 óra lesz 10 perc múlva, és itt javították meg a kerékpárt. Nagyon gyorsan megcsinálták. Ajánlom mindenkinek. Indulunk Ponyót felé. Kerékpáros ismerősök Soma, illetve Klári. Sziasztok! Egy darabig veletek tartok. És szépen vannak ám cuccok, nem csak nekem. Nagyon praktikus ez a hátsó kis kocsi. Tegnap este Soma bemutatta az előnyeit. Tényleg szuper, mindent föl lehet rá pakolni, kicsi, könnyű, fordulékony, ideális. És a riasztó is. Akkor megyünk. Becsatlakozok a kerékpáros kollégákhoz. Klári vezeti a sort, utána Soma, kocsival, és végül én. Jók az új külsők, nagyon jól gurulnak, de igaz, hogy 4 bárra vannak fölfújva. Jó tempót diktálnak a srácok. Ismét itt vagyunk a kemping mellett. Szemben a Fonyódi dóm. És tetején a kilátó. Este jól elbeszélgettünk a kempingben. Soma megmutatta, milyen szuper helyekre szokott menni kerékpározni. Újra kiértünk a Balaton mellé, balra a Badacsony, Tanúhegyek. Baromi jól néznek ki.
Lári visszajött középre. Szia! Épp mondom, milyen szép a táj! Gyönyörű! Bejövök Soma mellé. Ez igen. Igazi cirkáló így a kis utánfutóval. De nagyon praktikus. Jó megy a gép? Sok ember azt mondja a gépemre, hogy én már egy kamion vagyok, tehát legutóbbi találkozásom egy kamion, és azt mondta, hogy van a nagy nyerges, meg van a kis nyerges. Meg a kis nyerges. Meg a kis nyerges. És jól mondja Soma, mert valóban olyan, mint egy kis nyerges. Visszamegyek mögéd, gyere be. Mellettünk arra a városi szabad strand. Érkeztünk Fonyódra. Én itt lecsatlakozom. Sziasztok! Jó utat! Ugyanis azt tervezem, ebédelek. És itt vagyok a Fonyódi kikötőállomáson. Elmegyek a jó kis étterembe. Ugyanis első nap, amikor megérkeztem Fonyódra, akkor zsittettem finom menüt. A Fonyódi gyöngyhalászba. Kilométert mentem eddig, és most ebédelek. Újra itt vagyok a Fonyódi gyöngyhalász étteremben. Mivel ma szombat van, nincsen menü, ezért fogok rendelni egy májgaluska levest 750-ért és egy rántott csirkemell filét az 1490. Közben kihozták a nem kis kólát. Ez ilyen, meg se bírom inni akkora. A Badacsonyi hegyet takarják a fák. És föltámadt a szél, megerősödött. Igazuk lesz az időjósoknak, délutánra valóban jön majd akkor egy hideg front. De remélem addigra én már fönn leszek a vonaton. 6 óra 53 perckor fog indulni a vonat Fonyódról, és 9 óra 40-kor érve Pécsre. Már erősödik a szél. Pont ahol most elmegy a hajó, a két domb között van a szigligeti vár. Szemben a Badacsony, mellette a Gulács csúcsa. Közben megérkezett a leves, még én a parton videóztam. Májgaluska. Jó étvágyat. Nagyon finom volt az ebéd. Összesen fizettem 3390 forintot. Szél nagyon viharosan föltámad, szinte egyik pillanatra a másikra. Most elmegyek a vasútállomásra, megveszem a jegyeket, utána kimegyek a mólóra. Nagy a
Sziasztok! Ciao. Jegypénztár itt van. Be is megyünk, megvesszük a jegyeket. Megvettem a jegyeket. Benne van a kerékpárjegy, 3485 forint volt. Ugye ugyanannyi, mint idefele. És este 6 óra 53-kor fog indulni a járat. Megyek vissza a múlóra. Időközben a szél viharosra támadt. Milyen nagy hullámok vannak előrébb. Fölverte a vihar. Van ereje a szélnek. Szemből jön vissza a Suzuki motorcsónak. Suzuki, a mi hajónk. Szinte hátrafúj. Mellettem a kis vitorlás küszködik, bejön a védett töbölbe. Elől a hattyúkat úgy látszik nem zavarja a hullámzás meg a viharos szél. Micsoda hullámok, ilyen hullámokat még nem is láttam a Balcsin. Még itt is érzem a vízpermetet, ahogy viszi a szél. Hattyúk jól érzik magukat. De nem tudom megtartani a kerékpárt a széltől, hogy ne rázza, ne döntögesse. Nehéz megtartanom a szélben.
Jó öreg kerékpárom az új gumikkal. Hát ezzel a 2017-es balatoni és velencei tavi körtúra véget ért. Jó volt, szép volt, jó időm volt. Nem panaszkodhatom, idén rengeteget fürödtem, bepótolván a tavait. Mentem 12 napot, 11 éjszakát aludtam. Amikor elindultam, 3880 kilométert mutatott, most 4355-öt. Tehát mentem 475 kilométer, durván 476-ot is, ugye benne lesz, még a vasútállomáshoz érek. Remélem jövőre is sikerül visszajönnöm, és ugyanilyen szép időm lesz, mint most. Úgyhogy üdv mindenkinek, csodás a Balaton, sziasztok!